Szóval, Bányai Zsolt vagyok, a Svájci Jelen majd cégtől kezdünk újra arról fogok valóban beszélni, hogy egy IT cég, mint a mi cégünk, hogyan tud egyszerre kapcsolatba kerülni az emberi fehérjék kategorizálásával, a naprendszeren kívüli bolygók felfedezésével és az online videójátékokkal. Honnan indult az egész? Cégünk két alapítója, egyébként hárman vagyunk, és nem így vagyok az alapító, egyébként sem. A svájci hegyekben ismerkedtek össze, egy palacsintázóval hívták a bretányi Sidert, és közben azon összeismerkedtek, kiderült, hogy az egyik svájci professzor volt, IT-val foglalkozik, fizikus egyébként, a másik magyar, IT-val foglalkozott, és nagyon jól összemelegettek. És egyben ilyen témákról kezdtek el beszélgetni, és eljutottak egyszerűen olyan gondolatkörhöz, hogy kutatási projektek nagyon sokat küzdenek azzal, hogy nem nagyon van erőforrásuk se számítási kapacitásokat igénybe venni, se humán erőforrásokat igénybe venni a kutatásokhoz. És hogy lehet ezeken a projekteken segíteni? Van rengeteg, ez ugye egyértelmű válasz, hogy a science erre van kitalálva, a hétköznapi embereket vonjuk be ezekbe a kutatásokba. Van nagyon sok sikeres citizen science projekt, egyik ilyen híres online a Galaxy Zoo, ennek nagyon sokáig megdönthetetlennek tűnő számai voltak, ez is egyébként egy szobolyó kutatással kapcsolatos. Oké, azt azért tudni kell, hogy a tudományos projekteknek nagyon kis százaléka tud ilyen publicitást kapni és ilyen eszközöket használni, ezért gondolkodtak azon, hogy jó, hogyan tudnánk mi valahogy egy új közönséghez elvenni ezeket a projekteket, és ekkor jött nekik az isteni szikra, hogy Svájcban és Sivaradicsomban, hogy vigyük el ezeket a tudományos projekteket az online videójátékok világába. Fogalmunk sem volt, hogy ez működik-e, de az ötlet nagyon tetszett, és akkor jött a megvalósítási rész. Először is találni kellett egy projektet, és nagyon kacifántos úton eljutottak egy svéd kutatócsapathoz, akik az emberi fehérjét térképezik fel, kategorizálják az emberi fehérjéket, humán protein atlasznak hívják a kutatást, és ők nekik nagyon tetszett ez a lehetőség. És ráadásul nagyon szép képeik vannak a fehérjékről, ami ugye nagyon mutatós tud lenni egy játékon belül. Na jó, de kellett egy játék is. Szerencsére az izlandi CCT nevű fejlesztő cég, aki az EVE Online nevű játékot fejleszti, rákapott a lehetőséget, nagyon tetszett nekik, nagyon elköteleződtek mellette, és a játékon belül teret adta a Project Discovery néven ennek a kutatási projektnek. Igazából úgy kell elképzelni, ez a hölgy a svéd kutatócsapat vezetője, Emma Lundberg, ő egy avatar is kapott a játékon belül, ő magyarázza el a játékosoknak, hogy mit kell tenni. Itt még a kezdeti prototípusokat látjátok a felületekről, igazából fehérjéket kellett megfelelő kategóriába besorolni. Az eredmények, hát az lenyűgözőek voltak, senki nem várta ezt. Az első 24 órában több mint 460 ezer klasszifikáció érkezett, 14.500 képen, azaz fehérjén konszenzust értek el a felhasználók, és a projekt végén összesen 28 millió klasszifikáció állt meg, ez egy éves időtartam volt, és van egy új kategória, amit a kutatók azon dolgoztak, ez menet közben jött elő, újra az összes fehérjét kellett volna vizsgálni, egy Rotten Links nevű kategória, mindegy ilyen pálcikákat és gyűrűket kell keresni a fehérjékben, és a játékosok 109 új jelöltet találtak, fehérjét jelöltetett a kategóriába, ezek évekkel vitték előre a svéd kutatócsapatnak a munkáját. Elég nagy volt a publicitása is a történetnek, tehát a Nature-től kezdve, Wired, Wall Street Journal, tehát hogy ez mind a játéknak, mind a kutató csapatnak egy nagyon jó publicitást hozott. De itt nem álltunk meg, és a CCP-vel közösen idén nem indítottunk egy új projektet. A Genfi Egyetemmel és a Genfi Obszervatóriummal együttműködésben az exobolygó kutatást hoztuk be a játékosoknak. Ugye ez a TRAPPIST-1 miatt most eléggé ilyen hot topic, tehát hogy azért elég sok helyre valami az exobolygókról. Itt most nem lesz időt. Egyébként ennyit látta a Hubble készített, azt hiszem, hogy a Keplerről, a TRAPPIST-1-ről, ennyit látott belőle, ez alapján hozták egy csillagászat, hogy ez több fajtája van az exobolygó észlelésnek. Mi a tranzit alapút vittük el a játékosokhoz, hát erről nem lesz idő, hogy beszéljek.
az a lényeg, hogy ilyen fényjövéket kell elemezni, és periodikusan is legyen. Ezt szeretném még elmondani, hogy két hét után, hogy elindult, 13 millió klasszifikáció gyűlve a játékosoktól, és éppen a csillagász, a fizikusok azon ízadnak, hogy ezt az adatot feldolgozzák. Annyit még hagyd mondjak el, hogy mit csinálunk ebben az egészben, mi vagyunk az integrátorok, a kutatócsapatoktól érkező anyagokat mi alakítjuk át Citizen Science taskokká, és adjuk át a játékok felé, és a bejövő információkból mi számoljuk a konszenzus, mi agregáljuk az adatokat, és együtt vissza a kutatókat. Ennyit köszönöm szépen. Mert kérdés? Hát látszik, hogy eléggé motiválja a játékosokat, nagyon szeretik, van, aki csak azért használja az EVE Online-t már, hogy ezt a Project Explorer-ig használhassa. Tényleg megdöbbentő volt, amiket látunk, volt olyan játékos, aki 78 ezer fehérjét kategorizált egy maga, és utána egyetemeket tartott előadásra, tehát nagyon... Mi nem értettünk a játékokhoz az elején, nagyon sokat segített a CCP az egész game design-ba, hogy ezt hogy lehet oda elvinni. Kapnak a játékosok egyébként ilyen játékon belül pénzt érte, meg ilyen egyéb dolgokat, tehát ezért van ilyen motiváció, és ő nagyon szereti, és a fehérjék után kimondottan szerettek volna, ami bonyolult a tehát mondták, hogy oké, ez jó volt, most jöjjön valami átkort. Mennyire megbízható játékosoktól jövő adat, és mekkora az az alaphalmaz, amit utána azt mondta, hogy most már konszenzus van valamiben? Hú, ez külön egy mitat előadás lehetne. Az a lényeg, hogy a játékosok kapnak úgynevezett gold standard adatokat, amiről tudjuk, hogy micsoda. Ez alapján mérjük a pontosságukat, és amikor elértek egy megfelelő szintet, akkor kezdenek el olyan adatokat kapni, amiről mi sem tudjuk, hogy micsoda. Azt tudni kell, hogy a Rods and Wings az azért volt nagyon érdekes, mert olyan fehérjék kerültek vissza újra megvizsgálásra, amiről már tudtunk pár kategóriát, hogy miben tartoznak, és így lehetett azt is vizsgálni, hogy oké, amelyik játékos eltalálta a tudott kategóriákat, és még azt mondta, hogy Rods and Wings az ugye jóval magasabb szinten számított. A konszenzushoz mennyi kell azt megmondani? Az változó. Tehát, hogy arra van külön nagyon speciális algoritmus, ami számolja azt, hogy megfelelő-e már a úgynevezett szavazat egy fehérjén. A light curve az egy kicsit bonyolultabb, ott most 100-ra állítottuk be, tehát hogy ott 100 szavazat után számolunk egy. Citizen Science történetőt, de hogy nem lehet ezt AI-val csinálni? Hogy ezek, amit a játékosok látnak, az már megvan futtató AI-jal, viszont van rengeteg olyan dolog, amit meg ők, tehát hogy az AI nem tud, és a játékosok viszont tisztulnak. Igen? És azt utána AI-nak megtanítani, hogy lehet? Hát ez az, amit már mi egy kicsit a kutatókra hagyunk, tehát hogy ez most azért már az ő asztaluk. Mi ezt tudjuk nekik szállítani, folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük, tehát hogy ilyen szempontból mi nem akarunk AI-jal foglalkozni, tehát hogy mi kimondottan ezt egy kicsit távol tartjuk, mi azt a részt hozzuk, amikor valós emberek kézzük is. Közelebb mit kell játszani? Hogy? Legközelebb mit lehet játszani? Tehát mikor a következő ilyen tépák, hát, amiket... Ezt most nem mondhatom el. Tehát, hogy több projekten is dolgozunk, kutatási projekten, meg azért azt se titok, hogy más játékokban is várhatóan meg fog jelenni. Vannak nagyon nagy rajongói a projektek, köztük a Gearbox-nak a vezetője, Randy Pitchford, az saját magának mindig, hogy nagyon szeretné. Úgyhogy elképzelhető, hogy egy Gearbox játékban egyszer fölkültünk ez a jövőben. Igen? Amíg nem volt ez a projekt, addig olyan működtetett már akkor ebben hogy működött? Hát nem nagyon működött, vagy ilyen szakban én is a biolükkedvezet. Én azért az exobolygó kutatás előtt annyit tudtam az egész naprendszeren kívül bolygókon, mint ami az oroszlán király beállhatik, hogy ott fekszenek, és mit lehetnek azok a fényes fáborítások. De ennél kicsit többet azért, de nem nagyon tudtak. Tehát hogy ez a kutatócsapat, aki a humán próbáját azt csinálja, hogy úgy működnek, hogy egy elektromikroszkóp előttünk két kutató, belenéz az egyik, kipárgatja a papírt, belenéz a másik, kipárgatja, ugyanaz öt kép, oké, akkor mehetünk tovább. És veszik elő a következő mondást. Tehát, hogy ott konkrétan... A másik is mit kategorizálás?
Ez hogy érted? Ez a játék ugye most arról szólt, hogy kategorizálni kellett a képeket. A humán problémát az arról szólt, az exobolygó kutatás az ennél sokkal bonyolultabb, mert egy fénygörbét kapnak, amin azonosítani kell olyan beeséseket a fényerőbe, ami periódikus, és ezáltal az feltételezhetjük, hogy a távcső és a csillag között egy bolygó fix időközönként elhalad. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb már, mint egy sima kategorizálás. És utolsó, és ez sima kategorizálás. Igen, nem? Hát, mert itt az is számít, hogy hol találják. Utolsó. Mennyi idő egy tudományos projekthez elkészíteni a játékot? Hát most azon dolgozunk, hogy minél több legyen. Tehát maga a kutatócsapat, az ő ugye adja a nyers adatokat. Hát ebből azért megadjuk nekik, hogy milyen formátumban készítsék elő nekünk. A játék interfész az nyilván a játékon belüli fejlesztők csinálják. Azt kell tudni, hogy az exobolygó kutatását, ez az interfész a Project Discovery-n belül két egyetem is, a Vegyhavicsi Egyetem egyetem is rá készített el, szerintem 4 hónap alatt, mert úgyhogy nem utána nem dolgozott. Vége? Akkor utána.